hogy növeljük a tétet, mint a boleróban, a következő számunk három emberről fog szólni. Jámbor István, Mezei Ferenc és Csányi Márkás. Ez a három ember valójában a csávási zene alappillére, mindenki, aki utána következett, az belőlük fakad. Ennek a három embernek a muzsikáját Páva István népzenekutató 1986-ban felvette, és olyan jól sikerült az a nem tudom, hányórás anyag, hogy Romániában még a 80-as évek végén sikerült kiadni egy lemezt, és mi is, én is személyesen azon a lemezzel találkoztam legelőször a csávási muzsikával. Erről a lemezről próbálunk most mi is egy kis ízelítőt játszani, mivel Csávás Kükülömente, meg Kutasföld, meg Enyed környékén, és valójában pontozó vidéknek is szokták nevezni. Most már nincs tánc, azért úgy gondoltuk, hogy sok pontozót azért nem rakunk bele, már elég lesz később. Így ebben a lemezfelvételnek a szegényes és pontozó részét próbáljuk elnézsitálni.